1997-et írunk, vagyis majdnem negyed évszázaddal járunk a mai videónk publikálása előtt. Ennyi idő alatt egy gyerek felnő, és akár kétszer is lediplomázik. Sokkoló, igaz? Ekkora léptékben kell visszamenjünk az időben, nem pusztán több generáció nyit a játékiparban, de a múlt századba, sőt a múlt évezredbe, hogy megismerkedjünk egy olyan videójátékkal, ami szemben sok más kalandjátékkal remekül konzerválódott az évek során, és ha nem is forradalmi, de mindenképpen bátor és előremutató megoldásaival több szempontból is megelőzte a korát. Ennek helyén kezeléséhez kicsit nézzünk szét, mit jelentett a videójáték abban az időszakban. Az 1996-ban megjelent Duke Nukem 3D olyan piaci robbanást eredményezett, hogy egymást érték a klónok. Csupán a megjelenés után egy évvel olyan címek bukkantak fel, mint a Shadow Warrior, a Blood, de én egy elegáns csukló mozdulattal ide sorolnám az Outlaws-t is, ami bár látványában és témaválasztásában igyekezett markánsan megkülönböztetni magát a többiektől, de a játékmenet és a pályadizájn terén azért tetten érhetőek voltak a Duke Nukem-i alapok. Megjelenik a Curse of Monkey Island, folytatást kap a Tomb Raider és a Quake, hattyúdalát éli a Wing Commander sorozat a Prophecy kiadásával, útjára indul a Fallout és a GTA, illetve egy kis érdekesség, hogy ebben az évben jelenik meg a Myth the Fallen Lords, ami az egyik legjobban kinéző stratégiai játék volt abban az időszakban. Jól látható, hogy miközben zajlanak a látványos innovációk, az ipar kezdi felfedezni magának azokat a brendeket, amiket az évek során franchise-szá fog érlelni, amik mind a mai napig velünk élnek. Mint említettem korábban többször is, a 90-es évek az az időszaka volt a játékiparnak, amikor kiváltságosan nagyszerű érzés volt videójátékokkal foglalkozni, mert minden évben öntötték ránk a csodákat. Azonban ezzel együtt is volt egy játék, ami emlékezetesen kimagaslott a többi közül. Ha akkoriban kalandjátékkal akartunk játszani, akkor választhattunk a már korábban említett Curse of Monkey Island közül, ami könnyedebb hangvételű, szóba jöhetett a Broken Sword 2, ami már inkább krimibb, vagy mondjuk a 96-os Harvester, ami korszellemi léptékkel mérve már horror volt, amit aztán visszamenőleg minden idők legostobább horror játékának minősített a PC Gamer. Szóval ez volt a választék, és ezen túlmenően volt ezekben a játékokban még valami közös, hogy amikor éppen nem az FMV hullámon lovagoltak, akkor ezek a játékok többnyire ugyanúgy néztek ki. Ugyanolyan rajzolt, többnyire statikus háttér, ugyanaz a point and click mechanika, de legalább ennyire közös érték volt ezekben a játékokban, hogy még véletlenül sem, na jó, legyünk megengedőek, csak elvétve vegyítették őket akcióelemekkel. Egy másik apróságot is érdemes figyelembe venni, ami értelemszerűen kihatással lesz az eseményekre, ugyanis 1982-ben Ridley Scott leforgatta a Szárnyas fejvadász című Cyberpunk alapművet, amit a maga idején nem kifejezetten ezekkel a szavakkal illettek. Sokan félreértették, nem csupán a kritikusok, de a közönség sem igazán értette a filmet, ami végül a mozitermeket hátrahagyva kezdett beérni kultikus státuszba. Megmondom őszintén, hogy én nem vagyok a Szárnyas fejvadász felszentelt védelmezője, én is azt éreztem, hogy a film egyszerűen túl lassú. Aztán többször is újra néztem, és a legnagyobb sikerélményem az vele kapcsolatban, ha nem alszom el rajta. Ettől függetlenül tagadhatatlan, hogy a film végtelenül látványos, a disztópikus világképét olyan díszletekkel ábrázolja, ami még ma sem szembántó, és van benne valami meditatív, lélekközeli a Szárnyas fejvadász csorbult világképének atmoszférájában. Apróság egyébként, hogy Scott már annak idején is univerzumépítéssel foglalatoskodhatott, ugyanis mostanában fedezték fel többen, hogy jelentős crossover figyelhető meg az Alien filmek és a Szárnyas fejvadász között. Az egyik ilyen easter egg a Prometheus Blu-ray kiadásán fedezhető fel, ahol is Guy Pearce karaktere, Peter Weyland, úgy hivatkozik egykori mentorára, mint nagyhatalmú, istenszerű személyre, szintetikus humanoidok, genetikai torszülöttek alkotójára, akiket a külső világokban alkalmaztak rabszolgaként. Ez eddig tökéletesen illik a replikánsokra. De ez is érdekes, aki piramisszerű épületéből tekintett alá az angyalok városára, vagyis Los Angelesre. Ha ezek a szintetikus humanoidok mondjuk a replikánsok, akkor okkal hihetjük, hogy az említett mentor nem más, mint Mr. Tyrell személyesen. A másik érdekesség az Alien 20. évfordulós kiadásában rejlik, ahol a Nostromo kapitánya Dallas biójában felbukkan a Tyrell Corporation neve. Persze, sokat elárul, hogy ezek az információk mind extra mellékletként bukkannak fel, kimondásra a filmben sosem kerülnek, de azért érdekes.
De vissza a Blade Runnerre. A Blade Runner videójáték tekinthető igazából a film adaptációjának is, mert gyakorlatilag ugyanazt a történetet meséli el. Ugyanúgy egy Blade Runner bőrébe bújunk, akinek munkájából adódóan az a feladata, hogy felkutassa és levadásza a világunkba visszalógó replikánsokat. A replikánsokat a nagyhatalmú Tyrell vállalat gyártja a különböző bolygókon felmerülő feladatok ellátására, ehhez megkapják az emberi külsőt, a sokszor ember feletti erőt, illetve hamis emlékeket. És pont ez teszi őket veszélyessé, ugyanis egy replikáns alkalmasint nem is tudja, hogy ő replikáns. Pont ez okozta az egyik konteót, hogy a film főszereplője, Rick Deckard, replikánse, amit végül a Blade Runner 2049 válaszolt meg. A játékban a csavar annyi, hogy nem a filmbeli Rick Deckarddal vagyunk, hanem Ray McCoy-jal, és míg a filmben egy elgondolkodtató apróság volt, hogy Deckard replikánse, addig itt ez a kérdés kvázi a játék egyik legfontosabb történeti eleme. Egyébként Deckard neve megjelenik a rendőrségi lőttér melletti toplistán a féle easter eggként. A történet annyi, hogy pár Nexus 6-os, azaz jelenleg legfejlettebb replikáns mészárlást rendez egy Los Angeles-i állatkereskedésben, ami remek alkalom, hogy egyúttal a környezetet felvázolja a játék. Túl van az emberiség a harmadik világháborún, állatok már nincsenek, vagy ha mégis, akkor iszonyúan drágák. Mármint az igaziak, mert amúgy készítenek szintetikusokat is, akár házőrzőnek, akár halként a sushiba, mert hogy a tenger is radioaktív lett az emberiség áldásos közbenjárásának hála. Ezért is különleges hősünk kapcsolata a saját kutyájával, Maggie-vel, mert az legalább igazi. Ha mindezt nyakon öntjük az állandó esővel, amitől egyébként még a monitor előtt is úgy érezzük, mintha csontigáztunk volna, a barátságtalan városlátképpel, a Los Angeles borító reklámokból ránk mosolygó influencerekkel, akkor egy olyan jövőkép rajzolódik ki előttünk, ami a reflexeink megkerülésével nem vált ki undort vagy ellenszenvet, egyszerűen csak elmegy az ember életkedve. Az is elgondolkodtató, hogy a természeti körforgás révén, amikor a radioaktív tengervíz a légkörbe kerülve visszahullik az emberekre állandó eső formájában, az milyen jövőképet nyújt a földiek számára? Hátra tudják-e hagyni a tönkretett természetet, amit ott hagytak a tengerparttól kijjebb, remélve, hogy a tudomány kárpótolja őket mindazért, amit egykor tönkretettek, és amielől az élettelenül burjánzó felhőkarcoló városokba menekültek, vagy a természet végül szünetmentesen zúdítja rájuk azt, amit tőlünk kapott. De ez egy másik filozófiai eszmefuttatás lenne. Mondjuk furcsa jövőképről beszélni, mert a setting szerint 2019-ben járunk, szóval fura megélni, hogy 82-ben még azt hitték, hogy majd 40 évvel később itt repülő autók meg androidok lesznek, aztán tessék itt a TikTok. De visszatérve, azért éltem meg katartikusként a játékot, mert a film nem tudta kiváltani belőlem ugyanezt a mélyen befelé forduló hatást, dacára annak, hogy a játék számos jelenetet egy az egyben átemelt. Vannak maradandó, emblematikus képkockák, amiket tökéletesen újraalkottak az átvezető videókhoz. Vannak pályák, amiknek még a perspektívája is ugyanaz, mint a filmben, még több karakter is visszatér. A Sean Young alakította titkárnő, akinek a hangját itt is Sean Young adja, de rajta kívül is több szinkronhang is újra belebújik a karakterbe. Mindezt arra használják fel, hogy elmeséljenek egy másik történetet ugyanabban a környezetben, gyakorlatilag ugyanúgy. Érdekes eltérés azonban a filmtől, hogy a Blade Runnerben eredetileg nem lehetséges a replikánsok életének meghosszabbítása, azonban a játék története szerint ez megoldható, bár az nem derül ki, hogy a kísérletek végül valóban sikeresek voltak-e, de minden esetre fenntartja a reményt. Valószínűleg ezt a változtatást azt tette indokolta, hogy ha a film történeti ívére megy tovább a játék is, akkor aztán olyan sötét lett volna az atmoszféra, mint a világháború. Az érzelmi azonosulás egy érdekes pontja, hogy kiállhatunk az apartmanunk erkélyére, hasonlóan, ahogyan egy ponton azt a filmben is láttuk, és egyszerűen csak nézzük a városlátképet. Hallgatjuk a zenét, és csak átgondoljuk a történteket. Nem mint karakter, hanem mint játékos. Imádom az ilyesmit. A mi feladatunk tulajdonképpen nyomozni, tárgyi bizonyítékokat gyűjteni helyszínről helyszínre vonulva, kihallgatni a tanúkat és gyanús személyeket, igazából azzal mérhető az előrehaladásunk, hogy megjelennek új helyszínek a járművünk képernyőjén. Felmerülhetne a kérdés, hogy a Blade Runner miért különleges játék, ha lényegében egy az egyben követi a filmet. Ehhez azonban jobban el kell merülnünk abban, hogy mit is tud a játék technikailag. Játékmenet szempontjából a Blade Runner még szegényesnek is mondható. Bár szedhetünk fel pályaszerte elszórt bizonyítékokat, és ezeket, hát igazából magunknál tarthatjuk, remélve, hogy a világban valahol valamilyen extra dialógust kioldanak, de az interakció jelentős része itt ki is merül. A felvett eszközöket nem kombinálhatjuk a környezeti elemekkel, sem egymással. Ha már itt tartunk, igazából tárgylistánk sincs,
játékmenet szintjén igazából annyi a teendőnk, hogy elmegyünk valahova, összegyűjtünk, amit tudunk, és igyekszünk kitalálni, hova menjünk ezután. Igazából puzzle sincs a játékban, ha csak nem veszük ide, amikor a fegyverünket kell használni. És ezzel a látszólag apró elemmel eljutottunk a Blade Runner egy őrületes újításához, ugyanis úgy kalandjáték, hogy nem mellőzi az akcióelemeket, még ha az olyan apróságokra is szorítkozik, mint mondjuk a csatornapatkányok kilövése vagy egy lakat eltalálása. Persze mondhatnánk, hogy az ellenfeleink lelövése is ide tartozik, azonban ez nem teljesen igaz. A Blade Runner igazi truvája ugyanis abban gyökeredzik, hogy a Westwood vissza akarta hozni az érzést, hogy ki replikáns és ki nem. Hogy ugyanolyan bizonytalan világban érezzük magunkat, mint Descartes, ahol nem lehet elsőre teszt nélkül megmondani valakiről, hogy embere vagy egy Nexus 6 modellű replikáns. Éppen ezért a játék indításról indításra kvázi random generálja a replikáns és nem replikáns karaktereket a történetben, ehhez igazítva az elszórt tárgyakat, és ez kihatással van a játék befejezésére, amiből négyféle is van, mind különböző átvezetőkkel. Ez a mentalitás nem csupán önmagában érdekfeszítő, de egy Blade Runner nem ölhet meg embert. Tehát ha például a ránk rontó séfet, Zubent, minden alkalommal lelőjük, akkor lehet, hogy egyszer az ember Zubent lőjük le a replikáns helyett, ami semmi esetre sem szerencsés. A Blade Runner nem csak a szerepkörök váltogatásában okoz meglepetést, de a nem lineáris történetvezetésben is. Többször is lesz lehetőségünk kulcsfigurákat kivallatni, otthagyni vagy megölni. Ez nem volt jellemző sem akkoriban, sem azóta. Képzeljétek el, hogy a játék teljesen új irányt vehet, és hőseink teljesen másképpen reagálhatnak adott szituációkban, és emiatt olyan helyszíneken köthetnek ki, amiken mondjuk korábban nem volt semmi. Sőt, még az is előfordulhat, hogy teljesen eltérő bizonyítékokat találunk a helyszíneken. Emiatt a nyomozás több egyszeri végigjátszásra sem válik monotonná. Én most, amikor ezeket a képeket rögzítettem a videóhoz, konkrétan úgy éreztem, mintha még sosem játszottam volna a Blade Runnerrel. Többször elakadtam benne, mert az emlékeim alapján akartam végigjátszani, nem pedig elemezni a feladatokat. Emellett a két kedvenc eszközünk is felbukkan. Az Esper nevű nyomelemző, képletapogató izé, amivel például biztonsági kamerák képét tudjuk elemezni, ráközelíteni tárgyakra, stb. Bár ez néha elég érdekes szögekből tudja megmutatni a lényeget. Mindegy, így képzelték el 2019-et. A másik pedig a Voight-Kampff teszt, amivel a replikánsok kiszűrését végzik a különböző összetettségű, felfokozott érzelmi reakciót kiváltó kérdésekre adott válaszuk reakcióideje, szemmozgásuk, szívverésük, stb. Alapján. Csak vigyázni kell és ügyesen adagolni a kérdéseket, mert a gyengébb idegzetű alanyt könnyen el tudjuk ijeszteni a vallatással. Hogy a játék akkoriban mit jelentett technikailag, azt a nagyjából úgy tudom érzékeltetni, mint amikor mondjuk az immerzív történetet elképzeltük eddig mondjuk a Resident Evil szintjén, majd belekóstolunk a The Last of Us-ba. Ez a látvány, amit itt láttok, akkor jelent meg, amikor, mint korábban mondtam, mindenki más még a Curse of Monkey Island szintjén mozgott. Amivel nincs semmi baj, de gondolom érthető, miért volt merőben más az, amit itt látunk. A Blade Runnerben nem csak az átvezetők cinematik minőségűek, de a játék háttere is, sőt, sokszor úsztatja a játék egymásba őket. Ezekben a tárolt animációkban a megmozgatott hátterek nemhogy rendhagyóak voltak akkoriban, de merőben újszerűek. Nem is beszélve arról, hogy a hagyományos kalandjátékokban a kisétálók a jelenetből, majd váltok a következőre megoldást, itt lecserélték arra, hogy 3D-ben utána megy emberünknek a kamera. Jól lehet, ezt a trükköt is csak ritkán használták, de el tudjátok képzelni, ez mit jelentett akkor? Gyakorlatilag egy meghívót kaptunk a játéktól, hogy csatlakozzunk hozzá a játékba, még ha csak egy sarkon való befordulásig szólt is ez a jegyünk. Éppen ezek a kísérletező megoldások tették annyira vonzóvá a játékot annak idején. Emellett az is nyilván feltűnt nektek, hogy a játék mennyire köznyelvi szóval pixeles. Ennek is megvan a maga oka. Egyfelől azt tudni kell, hogy 1997 nem csupán abban volt más, hogy nagyon régen volt, de akkoriban nem léteztek olyan játékmotorok, mint most az Unreal, vagy a Unity, vagy a CryEngine. Ha akart valaki egy játékot, azt az alapoktól kellett felépítenie, feltéve, ha nem egy Duke Nukem klónt akart készíteni. Szóval volt nagyjából három út. A rajzolt megoldás, lásd The Monkey Island, Harvester, Broken Sword és társai, vagy a poligonok, ami akkortájt kevés részlet megjelenését tette lehetővé, és bár mostanra ez vált elterjedté, akkoriban egy poligon alapú játék legfeljebb arra volt képes, amit a Dark Forces 2-ben láttunk, és az nem kifejezetten sok.
Ezzel ellentétben ott voltak a voxel eljárás jelharcosai. A voxel gyakorlatilag egy térbeli pixelt jelent, ami esetünkben azért hasznos, mert McCoy karaktere ennek hála képes úgy mozogni a pályán, mintha egy közel 3D-s karakter lenne. Ráadásul ez a megoldás kevésbé ütött el a környezetétől, mintha egy sprite-ot vagy egy low poly modellt látnánk. Itt vannak azért eltérések, mert a Westwood alapítója Lewis Castle voxel eljárásra hivatkozik, míg a játék egyik kódolója szerint úgynevezett slice modellekkel dolgoztak, vagyis a modellt annyi felé szeretelték, ahány irányból meg akarták jeleníteni, és igazából csak az Y-tengely mentén volt erre szükség, de abban mindketten egyetértenek, hogy a voxel eljárásra egy ponton mindenképpen szükség volt. Ennek a pixelcentrikus megközelítésnek az egyik bájos példája, hogy a rendőrőrsel az üvegpanel mögötti pacán csak a villogó piros pixelből sejthető, hogy az ott éppen egy megfigyelő kamera, mert másból biztosan nem jönnénk rá. Erre még rájöttek a speciális neon és környezeti fények és volumetrikus effektek, mint a gőz, a köd, stb. Ráadásul ezek mind reagáltak a főszereplőre, vagy a fontosabb felületekre, amit nyilván helyben nem értelmezett a mezei játékos, de a végeredmény egyértelműen lenyűgöző volt és hamisítatlan Blade Runner atmoszféra árad belőle, ami semmi máshoz nem volt fogható a tájt. Azt is érdemes hozzátenni, hogy a Blade Runner a maga idejében elképesztően drága játék volt a licenszel, a színészekkel, a formabontó megoldásokkal, ráadásul 4 CD-n jelent meg, szóval pénzügyi szempontból volt azért kihívás. Éppen ezért feladat volt, hogy minél több játékos számára váljon elérhetővé, szóval a fejlesztők egyik feladata az volt, hogy annyira csökkentsék a gépig, amennyire ez lehetséges, márpedig a voxelezés már akkor sem az erőforrás kímélés jelszava volt. Kicsit kiszakadva a technikai apróságokból is visszatérve effektív a játékra, a Blade Runnerrel igazából csupán annyi a gond, hogy amilyen ambíciózus szinte minden téren, ami nem kapcsolódik szervesen a játékmenethez, annyira karcsú még a saját vállalásaival szemben is. A rendőrségnek például szinte semmi jelentősége a játékban, ami ahhoz képest, hogy végeredményben rendőrök vagyunk, szerintem elég komoly blamás, talán egy-két alkalommal érdemes bemenni oda, azt is főleg az elején, de Esper gépünk van otthon is, a Voigtkampf mérőt mindig magunknál tartjuk, szóval minek? Emellett van pár karakter a pályán, akiknek a kihasználása elég alacsony fordulatszámon pörög, például a fegyverkereskedő, vagy például amikor bizonyítékokat kell elrejteni, de a történet szempontjából ennek semmi jelentősége, mert úgysem lesz rájuk szükség. Továbbá az is igaz, hogy McCoy replikáns léte a játékban egy kulcskérdés, de hogy kerül egy replikáns a rendőri állományba? Senkinek nem tűnt fel, hogy ott van. Ezekre a kérdésekre igazából kitalálhatunk válaszokat, de a játék ilyesmit nem nyújt számunkra, ami szerintem abból is fakad, hogy ennyire mélyen már nem akartak belenyúlni az egyes, sokszor amúgy is véletlenszerűen megkavart szálakba. És őszintén szólva, ha már úgyis számos hangulati és vizuális elemet átemeltek szinte pontról pontra a filmből, akkor a játék elbírt volna egy erősebb endinget is, legyen szó a 4 közül bármelyikről, mert a film végi Rutger Hauer monológot még csak körvonalakban sem sikerült a játéknak megközelítenie, sőt, a játék vége több alapot ad a trollkodásra, mint hogy igazán megkoronázza mindazt az erőfeszítést, amin idáig átmentünk. A Blade Runner messze nem egy hibátlan alkotás, számos olyan terhet cipel magával, amit ennyi idő távlatából számon lehetne kérni rajta, de sem fair nem lenne, sem elegáns. Ezzel együtt viszont máig állítom, hogy nem csupán megragadta a film hangulatvilágát, de sok szempontból közelebb is hozta hozzám, mint amennyire önmagában Ridley Scott erre képes volt. McCoy replikáns vadászata egyszerre mélyebb és személyesebb kaland, mint amire számítana az ember egy adaptáció esetén, sőt, ha már ez szóba került, szerintem a Blade Runner az abszolút alapmű, ha játékadaptációról van szó. Persze, stílszerű lenne valamilyen könnyek az esőben féle lezárással búcsúzni, ehelyett én annyit mondok, hogy az a hír járja, közeleg a Blade Runner remake, ahol a mai kor technikai lehetőségeivel élhetjük át a kalandot újra. És őszintén szólva, íme egy újabb szerelmes levél a múltból minden játékosnak. Egy újabb bizonyítéka annak, hogy az alkotót a műve teszi halhatatlanná, hogy nem kell minden játéknak hibátlannak lennie, nem kell megfelelni a korszellemnek, fősodratnak, emberek hitvilágának, politikai nézeteinek, stb. Kell egy markáns, mindezeken felülálló, nem ezeknek alárendelt művészeti vízió. Kell egy nyelv, amit együtt fogsz beszélni a játékosokkal, hogy a játékos fejével gondolkodjál, amikor hosszú projektek megfeszített munkájának végeredményeként lesz egy 0,8 másodperces animált befordulás egy sarkon, és cserébe a játékos minden pillanatát falni és élvezni fogja annak az áldozatos munkának, amit erre ráfordítottál. És szinte teljesen mindegy, hogy a háttérben éppen közös univerzum építés gondolatát dédelgeted a Red Alert-tel,
mert a művet önmagában, a saját jogán, a saját eredményeitől hajtva lépdel majd a dobogón felfelé, és fog végül akkorára nőni, mint tette filmbéli testvére is 10 évekkel korábban. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a bő 20 percben. Ha tetszett a videó, akkor kérlek osszátok meg másokkal is ennek a remek játéknak a hírét, hogy terjedjen a reménybeli remake jó híre. Ha pedig a videó is bejött, akkor dobd meg minket egy lájkkal, iratkozz fel hozzánk, és ha szeretnéd, hogy sok hasonló videó legyen, akkor fontold meg a támogatásunkat Patreonon. Link a leírásban. Sziasztok!